Míg az előkészületek zajlanak, nagy az izgalom a hangád előtt. Nem minden nap történik meg valakivel, hogy az égbe emelkedjen. Zsuzsa Zseni, az egyik utas azt mondta, 83 évenként egyszer ez is megtörténhet. Az idősek a karácsonyi ajándékként kapták a felejthetetlen élményt. Megpróbálunk mindig az időseknek, tehát hol az egyiknek, hol a másiknak, tehát biztos, hogy az is fontos volt, hogy tehát fizikálisan tehát képes legyen arra, hogy ide el tudjuk hozni, és hogy fel tudjon ülni a repülőre, de tavaly egy másik programon vettek részt, egy wellness programon az idén, tehát ez sikerült végül is lehetőség, tehát mindig mást próbálunk a dolgok közelébe helyezni. Zsuzsa néni és Marika néni családtagjai gyűlőjében és a többi idős biztató tekintetének keresztüzében várta a nagy pillanatot. Aztán kinyílt a gép ajtaja, és bár a beülés nehézségekkel járt, kezdetét vehette a nagy utazás. Teljesen egyszerű a motiváció, igazából az aktivitás megőrzése a cél, tehát hogy a mindennapokat tartalommal töltsük meg, és a mindennapos foglalkoztatás mellett igyekszünk egy-egy olyan programot vagy lehetőséget becsempészni, ami annak ellenére, hogy most jelen esetben kettő lakónak van lehetősége részt venni a programon, többen elkísértek, tehát az élmény az részükről is átélhető, megélhető. Többen otthon várják a beszámolónkat, úgyhogy az is igaz, hogy néhány lakónak annyi jut a történetből, hogy a többiek örömét lesz képes csupán átérezni, de ezek hatalmas dolgok, és azt hiszem, hogy nagyon fontos része a munkánknak. Előtte való időszakot meghatároz, és az utána következő napokat hosszasan. Tehát amíg kielemezzük az élményeket, átéljük újra. Fontosnak tartjuk azt megmutatni, hogy az időskoruk ellenére a társadalom aktív és hasznos tagjai, tehát a részvételük, a szerepvállalásuk, igyekszünk lehetőséget biztosítani rá, hogy a lehető legteljesebben éljék meg, annak ellenére, hogy ugye intézményben élnek. Alig negyed óra múlva a gép földet ért, és Zsuzsa néni és Marika néni boldog örömmel érinthették újra a talajt a talpuk alatt. Jó napot kívánok! Láttunk mindent, de néha nehezen tudtuk meg beazonosítani. Igen, hogy most ez falu, vagy ez vagy egy szexárd. Szuper, jó. Nagyon jó. Nem tudom kiválasztani a legszebbet, mert minden szép volt. Nagyon szép volt, hogy lenéztük a házokat. Mondjuk a tó fölött, amikor elmentünk, nagyon szép volt nekem, mindegyik tetszett nagyon. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt ezen a szép napos időn. Köszönjük!